Szétszakítanák a családokat a munkásszállók építése, nemet mond az MSZP ötletelésére a helyi Fidesz. Nyílt nap a műszaki karon, interaktív bemutatók, kari szolgáltatások. Női focisták a Csofém Diana első kupán. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják február 2-án pénteken, tartsanak velünk. Pécsen egyre több az állásteremtő beruházás. Emiatt növekvő kihívás a munkaerőhiány, azonban ezt nem munkásszálló építésével kellene orvosolni, ahogy a szocialisták szeretnék, hangsúlyozta Hoppár Péter, fideszes országgyűlési képviselő pénteken. Újabb ötlettel állt elő az MSZP-s Szakács László, aki egyébként nem is indul a választáson, mondta Hoppár Péter országgyűlési képviselő a pénteki sajtótájékoztatón. Szakács László csütörtökön azt mondta, munkásszállót kellene építeni Pécsett a munkaerőhiány ellensúlyozására. Az ilyen ötleteknek köszönhető, hogy 2010-re katasztrofális helyzetbe került Pécs, Baranya is az ország, mondta Hoppár Péter, aki úgy fogalmazott, az ellenzék össze-vissza beszél, hiszen eddig meg azt hangoztatták, hogy nem tesz semmit a kormány és Pécs a munkahelyzet teremtő beruházásokért. Ezzel szemben a helyzet az, mi úgy látjuk, hogy a magyar modell működik, tehát azok a 2010 óta foganatosított gazdaságpolitikai döntések, amelyeknek eredményeképpen a korábbi 12%-a, 2010-es 12%-os munkanélküliség már 4% alatt van országosan. Ezt most már magyar modellként emlegetik, tehát szemben a 2010 előtti kormányzással, amikor emelkedett a munkanélküliség és borzasztóan negatív rekordadatok láttak napvilágot a foglalkoztatás tekintetében is, ezzel szemben a magyar emberekkel összefogva a kormányzat olyan intézkedéseket hozott, hogy a foglalkoztatás tényleg jó állapotban van. Jól látszik, hogy a kormány a magyar emberekkel együttműködve jelentősen javított a foglalkoztatási helyzeten. Baranyában viszont még van annyi tartalék, ami lehetőséget ad arra, hogy a pécsi munkaerőhiány okozta helyzetet kezelje. Megtekintettem a kormányhivatalnál elérhető hivatalos munkanélküliségi adatokat, és azt láttam, hogy csak két fontos helyet emelek ki Baranya megyéből. Komló városában a munkavállaló korú népességre vetített munkanélküliségi százalék a 2010-es 27% helyén, tehát amikor befejezték dicsőséges városvezetésüket és kormányzásokat a derék baloldali politikusok, akik most ötletelnek a mi kárunkra, az ő idejükben 27% volt a munkanélküliség Komlón, most 7,6%. És a Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségében, a Sellyei járásban pedig 9,1% a munkavállaló korú népességre vetített munkanélküliség. A képviselő hangsúlyozta, Baranya bármely településéről körülbelül egy óra alatt elérhető Pécs, ezért munkásszállókra nincs szükség. Főleg úgy, hogy ez a családok szétszakításával járna együtt, amit a kormányzat nem akar, hiszen kiemelten támogatja a családokat. A politikus arra is felhívta a figyelmet, az ellenzék először lebecsülte a migrációs veszélyt, majd nyilatkozataikból az is kiderült, lebontanák a határkerítést. Így viszont erős a gyanú arra, hogy a tervezett munkásszállókat, ha módjuk adódna rá, migrásszállókká alakítanák át. Növelte az önkormányzatok támogatását a miniszterelnökség. Az 5 vidékfejlesztési pályázatot érintő változásnak köszönhetően összesen mintegy 3,5 milliárd forinttal kevesebb önrészsel, nagyobb támogatás intenzitással számolhatnak a nyertes települések. A változtatások minden az önkormányzatok számára meghirdetett vidékfejlesztési felhívást érintenek. A már kiértesített nyertes önkormányzatok hamarosan új, már a megemelt keretösszeget tartalmazó támogatási okiratot kapnak. Az elbírálás alatt lévő pályázatok esetében pedig a Magyar Államkincstár szintén az új, magasabb összeg megítéléséről szóló támogatási okiratot juttatja el az érintetteknek.
Bejelentette a tervezett elbocsátásokat a munkáltató a Tesco Magyarországnál. Erősítette meg a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének elnöke Bubenkó Csaba. Az elnök elmondta, a dolgozóknak átképzést ajánlottak fel, és csak azoktól válnak majd meg, akik nem fogadják el ezt a lehetőséget. Szólt arról is, hogy több helyen átszervezik, illetve összevonják a különböző munkaköröket. Leépítés minden nagyobb áruháznál lesz, és százas nagyságrendekben érinti a csaknem 18 ezer fős létszámot. Építész hallgatók munkáiból kiállítást láthattak az érdeklődők, valamint tervezhettek, építhettek hiperkockák segítségével. Egyedi tervezésű elektromos motor szobabiciklivel sütött palacsinta. Ilyen és ehhez hasonló interaktív bemutatókkal készültek a mérnökinformatikus, a gépész és villamosmérnök hallgatók és oktatóik a műszaki kar nyílt napjára. Ezen a napon a kar szolgáltatásaival is megismerkedhettek a jövendőbeli hallgatók. Ez az elektromos motorkerékpár 100%-ban egyedi tervezés és egyedileg gyártott alkatrészekből épül fel. Készítője Frőlik Balázs gyerekkora óta szeretett volna motorokkal foglalkozni. Egyetemi tanulmányai mellett sokat kutatott, főleg zöld energiakutatása volt jelentős. Nyilván gazdaságosabb az alapból, általában az elektromos járművek gazdaságosabbak. Más az érzés igazából, egy más érzést próbálunk kommunikálni a motorosok felé, vagy akik még nem motorosok, de vágynak rá például. Kreka László mérnökinformatikus szeretne lenni, már harmadszor jár nyílt napon. Elengedhetetlen lesz így a közeljövőben az informatika, ezáltal én úgy gondolom, hogy könnyebben helyezkednem majd a későbbiekben, hogyha most ide jelentkezek a pollákra. Egyik szak sem konkurenciája a másiknak. Mindegyiket egyformán ajánlják a jövő hallgatóinak. Jó, mindegyik szakunkat piacképesnek gondoljuk, és akár a duális képzésbe vezetése miatt, akár csak egyáltalán, ha figyeljük, hogy mi történik a hazai műszaki célpiacon és a partnereink által képviselt területeken, ez egyformán hangsúlyosnak gondoljuk. Inkább azzal élünk, hogy felhasználva a portfóliónkat alkotó szakok rokonságát gyakorlatilag, ahogy itt már a nyitó eseményen hallhattuk, előfordul, hogy egy villamosmérnök diplomát szerzett hallgató később visszajön a gépészre, mert azt gondolja, hogy a két területet együtt alkalmazva még piacképesebb munkát tud majd végezni. Sokan jelentkeztek az utóbbi években az informatika szakra építészmérnöknek, nemzetközi szempontból a legpiacképesebb pedig a master szintű építőmérnök, illetve az ipari formatervező mérnök szak. Teszi hozzá dr. Medvegy Gabriella, a műszaki informatikai kar új dékánya. A nyílt napon a kar szolgáltatásaival is megismerkedhettek a jövendőbeli hallgatók. Pénteken délelőtt adták át a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján azt az újonnan kialakított laktációs szobát, melynek köszönhetően a koraszülöttek és az újszülöttek számára egyszerűbben biztosítható az anyatej. A szoba kialakításával a koraszülöttek számára biztosítható egyszerűbben és gyorsabban a frissen lefejt anyatej, melynek összetevői védő hatással vannak a babák számára. A laktációs szobában a gyermekágyas anyák kényelmes, intim környezetben a klinika dolgozóinak szakértő segítségével tanulhatják meg a szakszerű és higiénikus fejést. A klinikai központ egyes fekvőbeteg osztályain február 1-től részleges látogatási tilalmat rendeltek el az influenza-szerű megbetegedések halmozott előfordulása miatt. A tilalom kiterjed az egyes számú belgyógyászati klinikára, a szív- és gyermekgyógyászatira, illetve a sebészeti és az idegsebészeti és az onkoterápiás intézetre. A tilalom alól kivételt képez a gyermekosztályokon a beteget kísérő, ápoló szülő, szülés esetén a szülőnő által meghatározott személy, illetve súlyos állapotú beteg melletti hozzátartozó az adott egység vezetőjének engedélyével. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes. Vendégünk a stúdióban Bödő László sporttörténész. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tüke emlékérmet kapott ön is. És hát, hogyha valaki valami sport adatra vágyna, amit esetleg megismerne, baranyai sportról beszélünk, akkor
bizton fordulhat önhöz, hiszen azért rengeteg dolgot kiderített már, megírt már. Egy picit tekintsük át ezt az életpályát tényleg csak így nagy vonalakban, illetve beszélj magáról erről a díjról is. Kezdjük talán ezzel. Hogy érintette, amikor megtudta, hogy megkapja ezt? Hát, hogy őszinte legyek, meglepődtem, mert hát most már igazán benne vagyok a korba, hogy 33-ban születtem, azt jelenti, hogy 84-et betöltöttem. Tehát, ha ilyenkor az ember már nem kap valamit, akkor már nem kap. Tehát, szóval. És én nem azt mondom, hogy számítottam rá, nem számítottam rá, hogy kapok én egy ilyen díjat. Csak amikor mondták, hogy be vagyok jelölve, hát nem lepődtem meg. Hát ha annyi. De valami más is volt a dologban, nem tudom, hogy mi, mert ötször a közönség ötször szavazott be, és most az ötötszörre fogadták el. Úgyhogy valami biztos valakinek nem voltam szimpatikus, pedig hát a alapítványt is ismerem, minden tagját ott mindenkit ismerek szinte, akik ott ülnek, hát mindenkivel. Igen, a lényeg az, hogy megkapta ezt az emlékérmet, viszont én arra vagyok kíváncsi, hogy az ember hogy lesz sporttörténész? Tehát mi abban az érdekes, mi abban a kihívás, hogy tényleg ezt a sportéletet, ami itt történik, Baranyában, Pécset végigköveti, tud minden adatot, mindenféle alakulást itt ezen a területen. Hogy alakult ki maga az érdeklődés? Hát ez úgy alakult ki, hogy írtam valamit kértek tőlem, hogy írjam meg, megírtam, és érdekesnek találtam én magam is, hogy ilyen sporttörténettel foglalkozok, és akkor írtam több ilyen tanulmányt, meg ezt-azt, és én tagja voltam a testnevelés sport tanácsnak. És ezen belül a sporttörténeti bizottságba osztottak be. És mindig úgy kaptam a feladatot. Mikor a tanárképzőt végeztem, akkor mondták a kálmáncsei igazgató úr, hogy hát a szakdolgozatom az Pécs sporttörténete. Jó, így lazán rávágtam, és akkor úgy elkezdtem kutatni ezt a sporttörténetet, mert mondom, hogy valaki rosszul aludt, mert hát ez körülbelül 4-5 kötet, hogyha ezt tisztességesen meg akarja írni valaki, mert előtte írtuk mi a Baranya testnevelés és sporttörténete első kötet, illetve akkor még nem is beszéltünk arról, hogy első kötet, csak hogy ezt megírjuk. És elosztották, hogy kinek micsoda, és én kaptam az 1886-tól 1919-ig. És én mondtam, hogy gyerekek, összeszedtétek az anyagot? Össze, persze, ott van az anyag, nézd meg. Oda mentem, megnéztem, hát volt ott egy ilyen kis anyag. Hát mondom, gyerekek, hát saját magatokkal is kiszúrtatok, nem csak én velem. Mert én most kérem a 1886-os jegyzetet. Tehát nyilván tartják, hogy mi jött be. Jó, hát vidáman elhozták. Még a másodikat is, de mikor már később 4 vastag kötet volt egy év, akkor már nem örültek neki, talicskával tolták oda. És én az egészet elolvastam, és kijegyzeteltem, és persze, mit mondjak, a több mint a vele nem volt meg. De ennek a bizottságnak, amelyiknek én tagja voltam,
a Balogh Sándor volt az elnöke, és ő mondta nekem, hogy ha én belekeveredek ebbe a sporttörténelembe, bármilyen történelembe, csak az igazat. Semmi más, ami nem igaz, írja meg, hogy ezt nem tudom. Azok elég viharos évek voltak, tehát itt említette ezt az időszakot, 1919-ig, azok történelmileg is elég viharos időszakok voltak. Hát persze. Ugye először is ugye megalakultak ezek az egyesületek, és nem kaptak pénzt, nem kaptak támogatást. Csak úgy csempésztek össze egy kis pénzt, hogy az atlétikai klub például. Ugye, meg hát a tagok, a vezetők adtak össze pénzt, hogy el tudjanak indulni versenyeken. Ugye az 1886-ban alakult. És nagyon hamar ismert lett, mert nagyon jó atléták voltak Pécsen. Tehát ilyesminek utána kellett nézni. Tehát az nem lehet, hogy 9-9-et futott százon, a századfordulón, hát ugye az kizárt dolog volt. Tehát le kellett írni, hogy mennyit futott lényegében, ha mondjuk szóba került. És akkor, mikor ezt én kiedzeteltem, ezt a nem kis anyagot, hát több mázsa anyagot, akkor elkezdtem írni. És akkor szép nyugodtan írogattam. Hát ez egy ilyen néhány éves munka volt. Néhány éves. És én írtam 7 fejezetet, a többiek írtak 1-et vagy 2-t. Akkor a munkagerincét ön vitte. A munkagerincét, mert a könyvnek több mint a felét én írtam. És a többiek írtak másról is. Tehát nem csak a történetről, hanem másról, mondjuk a diáksportról egy fejezetet, meg ilyesmit. És akkor ez megjelent, a megyei tanács adta ki. Végül is a múzeum, ez a levéltár adta ki, de a megyei tanács fizette. Úgyhogy egy nagyon vaskos könyv, kevés fényképpel, mert azért... Hát akkoriban még igen, olyanok voltak viszonyok. Végül is a helyi sportélet, a helyi PVSK, illetve a nagyobb egyesületeknek az életét végigkövette. Most jelenleg mi az, amin dolgozik? Dolgozik még valamin? Nem. Nem? Most már nem. Csak a pihenés? Nem. Nem, mert megmondom őszintén, hogy most 2 könyvem volt, amit egyedül írtam, tehát más nem írt bele, meg nem segített bele. Mert voltak könyvek, amiben, mit tudom én, gyűjtöttek valamit, valamelyik részt gyűjtötték. De most 2 könyv volt, a Baranyai Pécsi Olimpikonok, ez 500 darabot kértem, kérhettem volna 1500-at is, mert gyakorlatilag egy hónap alatt elfogyott. Tehát most van nekem belőle egy 3-4 darab, vagy azért, mert rontott, vagy mit tudom én, tehát kevés van belőle, tehát lényegében nincs. Uh-huh. És az utolsó, amit írtam, az a Pécsi Sportegyesületek története. És mondják, hogy miért nem írtam meg akkor a megye sport egyesületek történetét. Na most, ha megyében volt 200 sportegyesület, ma annyi biztos volt, már megszűnt, új alakult meg, stb. Azt én 5 évig írhattam volna. Hát igen, kimenni a faluba, megkeresni, hogy ki tud róla, ki nem tud róla, de ezt tud róla. 5-en tudnak róla most, az 5 embert megkeresni is egy hét. Hatalmas munka, így van, ezt már azért nem vállaltad. Tehát azt megírni nem lehet. Azt úgy még meg lehetett volna írni esetleg, hogy a baranyai városok sportjának története. De tudom, hogy a Komlóét megírták,
Szigetvárét is jó formán. Most akkor én mit veszünk? Mohácsét is. Akkor én most mit vesződjek vele? Pécsét. Konkrétan, ami pécsi. Tehát a pécsi, akik ebben az időben belefértek, egyesületek. Akkor maradt az utódoknak, maradt a fiatalabbaknak is elegendő munka. Én még egyszer gratulálok ehhez a díjhoz, Tüke emlékérem tehát, és további jó egészséget kívánok önnek. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is. A PMFC U19-es csapatának győzelmét hozta az első Csofém Diana Ese női teremlabdarúgó torna. A hagyományteremtő céllal meghirdetett bajnokságra Dombóvárról is érkezett egy csapat. A magyar női futball közel 50 éves történetében sokáig kiemelt szerepet játszottak a téli teremtornák. A korábbi hagyományok újraélesztése volt az egyik célja az MLS női szakágának, amikor tavaly kiírta a női NB1-es teremlabdarúgó kupát. Aztán akárcsak a nagyoknak, Pécsett is meghirdették a női csapatok első teremtornáját. A kupán összesen 12 mérkőzést játszottak a csapatok. A mezőnyből kiemelkedett a PMFC U19-es gárdája. Nálam az édesapám is focizik, az a két öcsém is focizik, szóval kiskorom óta nálunk a foci az ilyen berögzött dolog. A tornára nem csak Pécsről érkeztek csapatok. A Dombóvári Focisuli Egyesületben a fiú utánpótlás csapatok mellett fontos a női szakág jelenléte is. Mi a Dombóvári Focisuli Egyesület vagyunk, a női osztag rész, úgymond, mi úgy hívjuk. Jelenleg pontosan nem tudom hány éve működik, mert én most kerültem ide. Én most átvettem a hölgy csapatot. Hát mi női futsal bajnokságban játszunk Tolnamegyében, most jelenleg felsőházasok vagyunk megyei szinten. A továbbiakat meg igazából majd mi meglátjuk, hogyha elméletileg jól állunk, most második helyen állunk felső osztályban, hogyha sikerül, akkor továbbra is továbbjutunk országosra. Az első Csofém Diana Ese női teremlabdarúgó torna hiánypótló, hiszen a közelmúltban indult el országos szinten is a női teremtornák szervezése. Két leányzó, aki lejárt a terembajnokságra, az ő kezdeményezésére volt, hogy kezdjük el ezt az egész vonalat, úgyhogy eddig pozitív tapasztalatok vannak, és én úgy gondolom, hogy lesz folytatása. Az első Csofém Diana Ese női teremtornát a PMFC U19-es csapata nyerte, második helyen a Dombóvári Focisuli Egyesület, harmadik helyen pedig a veteránok gárdája végzett. A Dél-Dunántúli Postásese női labdarúgói pedig a negyedik helyen zárták a tornát. A legjobb játékos a PMFC U19-es csapatából Laskovics Eszter lett. Híradónk végén, mai témáink még egyszer röviden. Szétszakítanák a családokat a munkásszállók építése, nemet mond az MSZP ötletelésére a helyi Fidesz. Nyílt nap a műszaki karon, interaktív bemutatók, kari szolgáltatások. Női focisták a Csofém Diana Ese kupán. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!